Tisztelt Országgyűlés! A hírek szerint még tart a Gazdasági Bizottság ülése, de úgy döntöttem, hogy folytassuk tovább a vitát. Megadom a szót 2 percben Bágándi Gergely képviselő úrnak, MSZP-t. Kérem, foglaljanak helyet, képviselőtársaim. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlésed! Én szakmai szempontból nem szólnék hozzá a javaslathoz több okból, egyrészt, mert nem az én szakterületem, másrészt pedig ezt várom, hogy a Gazdasági Bizottság valamilyen állást foglaljon. De egy pár felvetésre muszáj válaszolni. Az egyik, hogy önök azt mondják, hogy ez az eljárás nem elegáns. Én azt gondolom, hogy ez erős megszépítése a valóságnak, hiszen a valóság nagyjából úgy foglalható össze, hogy önök hibáztak, önök elaludtak, hiszen ez a problémakör valószínűleg nem derültékből a villámcsapásként merült fel, hanem nem vették észre, hogy ezt szabályozni kell, és most így próbálják a saját hibájukat helyre tenni, de azt tudom mondani, hogy a saját hibájukat jogsértéssel orvosolni annak ellenére nem helyes, hogy valójában az előterjesztés még akár lehet jó is. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor önök házszabálytól eltéréssel alkotmányt tudtak módosítani, az Országos Választási Bizottságot tudták megváltoztatni egyetlen nap alatt, akkor nem feltétlenül kéne ezzel az eszközzel élni. Ez az eljárás tehát nem elegáns, hanem ez az eljárás házszabálysértő és jogszabálysértő. Márpedig én úgy hiszem, hogy ha az Országgyűlés nem tartja be a házszabályt és nem tartja be a jogszabályokat, akkor az elvi kérdés, nem elegancia vagy nem elegancia kérdése, és még csak nem is hasznosság vagy haszontalanság kérdése, hanem egy elvi kérdés. Én úgy hiszem, hogy ha elvárjuk az állampolgároktól, hogy a jogszabályokat megtartsák, és joggal mondjuk azt, hogy nem kifogás egy állampolgár részéről, hogy ugyan jogsértést követtem el, de hát másként nem ment, másként nem tudtam megoldani ezt a problémát, akkor az Országgyűlés is tartsa magát ehhez a logikához, és bizony tartsa be a házszabályt és a jogszabályokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy elvi és tartalmi kérdés, és messze nem formai, ahogy önök ezt bepróbálják állítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő 6 perces időkeret Jávor Benedek képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, az, ami itt ma történik ezzel a módosítással, az abszurd humornak az a kategóriája, hogy akár felhőtlenül szórakozhatnánk is, hanem Magyarország energiabiztonsága és a háztartások energiakiadásai lennének terítéken. A módszer, ahogy beterjesztése került ez a villamosenergiatörvényt és gáztörvényt módosító javaslat, erről sok szó esett, egész egyszerűen minősíthetetlen. El kell, hogy mondjam, és nagyon sajnálom, hogy Kósa képviselőtársam, illetve Bencsik államtitkár úr nincs itt, mert az ő felszólásukra is szeretnék reagálni. Korán sem érte meglepetésként a kormányt, legkevésbé Kósa képviselőtársamat, ugyanis ez a július 1-i határidő, amikor rendbe kell tenni a kárszabályozást, ez annak köszönhető, hogy Kósa képviselőtársam decemberben benyújtott egy módosító indítványt a parlamentben, amelyet a parlament volt szíves megszavazni, és ez a törvény július 1-ével jogalkotási kötelezettséget állított a parlament elé. Tehát az, hogy a kormány oldal most arra hivatkozik, hogy gyorsan július 1-ig valamit kell csinálni, gyakorlatilag fogalma sincs, hogy milyen jogalkotási lépéseket tett néhány hónappal ezelőtt. Egész egyszerűen nonsens, ami itt történik. A Bencsik államtitkár úr erről pontosan ugyanolyan jól értesült, hogy mi történt a 1941-es számú törvénymódosító javaslattal. Őt sem érhette meglepetésként ez a helyzet, amiben belekerültünk. Azt mondta Kósa képviselőtársam, hogy a KÁT rendszerről társadalmi egyeztetés folyik hónapok óta. Semmiféle társadalmi egyeztetés nem folyik hónapok óta. Színfalak mögötti alkudozás folyt a KÁT rendszerről. Kósa képviselőtársam, Lázár képviselőtársam és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között, amiről semmiféle információ nem szivárgott ki sem a parlamenti képviselők, se a nyilvánosság számára. Csak azt láttuk, hogy egy olyan jogalkotási álmokfután zajlik az energiapolitika területén, amely már mostanra sok 10 milliárd forint kárt okozott Magyarországnak, annak köszönhetően, hogy egész egyszerűen például a megújuló energiák területén ma pénzügyi befektető egy fillért nem szán megújuló energiák fejlesztésére, mert olyan magasra
satszolják a szabályozási kockázatot, és a kormány ezt a szabályozási kockázatot, ezt most tovább növeli, tovább emeli azokat a károkat, azokat a költségeket, amelyeket ez az átgondolatlan stratégiamentes jogalkotási sorozat magával hoz. Egyébként ami társadalmi vitán van, az az energiastratégia, amely pedig semmiféle módon nem kezeli azokat a kérdéseket, amelyek megjelennek ebben a törvénymódosításban. Igen, az egy alapvető kérdés, hogy mi a szerepe az államnak és mi a szerepe a piacnak energiaellátásban, ami itt például a gáztűz, de hogy egy picit belemenjünk abba is, hogy tartalmilag miről szól az a javaslat, mert kíváncsi volnék, hogy az beterjesztő alkotmányügyi bizottság bármelyik tagja össze tudná foglalni, hogy miről szól ez a javaslat. Tehát a gáztűzre bevezetése egy nagyon évek óta húzódó és nagyon fontos kérdés. Arról szól, hogy igen, mi az állam és mi a piac szerepe az energiapolitikában. Erről nagyon szívesen folytatnánk szakmai vitákat, akár államtitkár úrral, akár a kormány más képviselőivel. Az, hogy a kátrendszer megváltoztatásra kerül, erről nagyon szívesen folytatnánk érdemi szakmai vitákat, államtitkár úrral, a minisztériummal, a kormány oldal más képviselőivel. De erre nincsen mód, mert ilyen módon kerül bevezetésre ez a módosító indítvány, ami kizárja annak a lehetőséget, hogy egy érdemi és tartalmas vita lefolyhasson és kialakulhassanak az álláspontok.